Üdvözöljük kedves nézőinket! Örömteli vagy sem, pénzt termelnek korábbi kedvenceink újrakiadásai. Erre az ipar is rájött, és 2011-ben igencsak megszaladt a HD jelzővel ellátott programok, illetve csomagok száma, és az idei év is ezzel kecsegtet. Maga az ötlet nem rossz, csak a tálalás és az elkért összeg nem minden esetben van egyensúlyban. Tavaly három trilógia is újjáélett, változó minőségben, illetve kizárólag letölthető formában megjelent a Resident Evil 4. része, és a Beyond Good and Evil is, mindkettő baráti áron. Az újra kiadások élharcosa a Sony, így listánkon is kétszer szerepelt. 2009-ben nagy sikert aratott a PS2-es Kratos-i kalandokat magába foglaló God of War Collections, ennek köszönhetően tavaly megkaptuk a vállalat kézi konzoljaira megjelent páros felújított változatát is. Mind a Chains of Olympus, mind a Ghost of Sparta a PSP legjobbjai közé tartoznak, így magas felbontásban tündökölve, a kanapéba süppedve is épp oly öröm főhősünk brutális támadásaiba feledkezni, mint a vonaton, buszon vagy a kiégett metrón utazva. Maradjunk a Sonynál, hiszen a japán óriás egy másik nagy duó felújított változatát is kiadta 2011-ben. A Team Ico már kultikus státuszba emelkedett játékai élettek újra HD-ben, pontosabban a 2001-ben megjelent Ico, valamint a 2005-ös Shadow of the Colossus. Mindkét mű példaértékű, a PlayStation 2 hanem is legsikeresebb, de legnagyobb visszhangot keltő programjai között említjük őket. A látvány igényes, a hangulat pedig még mindig egyedi és varázslatos, így a pakkot mindenkinek ajánljuk, és nagyon várjuk már a The Last Guardiant is. Az 1997-es GoldenEye 007-re talán már kevesen emlékeznek, de a játék körülbelül olyan etalonnak számít a konzolos FPS-ek között, mint PC-n a Half-Life. A program 2010-ben élett újjá Wii-n, majd tavaly megkaptuk a remake HD feldolgozását Xbox 360-ra és PS3-ra is. Na ez ám a pályafutás. A nagy felbontású verzió kellemes meglepetés, bár az év nagy ágyúival nem veszi fel a versenyt, azonban izgalmas kampányával és kicsit döcögős, de életképes többjátékos módjával nem megszégyeníti, hanem megszépíti a Bond univerzumot. Az eredetileg 1998-ban Nintendo 64-re megjelent The Legend of Zelda Ocarina of Time a jelöltek kakukktojása, mivel nem HD felbontásban, hanem kézi konzolon élet újjá, ugyanis nyáron megjelent és sikert aratott a 3DS változat. Elképesztő, hogy mennyit fejlődött a technika, ami 13 év a nappaliban, gyerekszobában feküdt, mára elfér a zsebünkben. Ami viszont még ennél is hihetetlenebb, hogy maga a játékmenet kiállta egy évtized próbáját, és még mindig épp oly varázslatos, mint egykorom. De hát mit is vártunk, Zeldáról beszélünk, és jegyezzük meg, hogy ezúttal már 3D-ben. A Microsoft és a Free for Free Industries egy 10 éves ünnepi kiadással hajtottak fejet a méltán népszerű Halo sorozatnak. Az Anniversary nem pusztán az eredeti mű feljavított változata, hanem megkapta a Reach motorját, a látvány így igencsak tetszetős. Érdekes és értékelendő húzás, hogy bármikor mindössze egy gomnyomással válthatunk a két változat között, így láthatjuk, hogy mennyit fejlődött a technika az elmúlt évtizedben. A több játékos mód sem maradhatott ki, a gyönyörűvé varázsolt térképeken igencsak pörög az élet. Az imént említett feldolgozások igazi gyöngyszemek. Olyanok, melyekkel nem csak a kiadók, mi is nyertünk. Maguk idejében és konzoljukon legjobbnak számító címek láttak napvilágot újra, igényes formában. Nehéz volt választani, hiszen ezek a játékok megjelenésükkor már mind győztek. Legjobban viszont a The Ico and the Shadow of the Colossus Collection dobogtatta meg a szívünket, elsősorban azért, mert még mindig olyan élmény nyújt, amit nem találunk máshol. God of War, Halo és Zelda részekből kaptunk újabbakat, amik többnyire jobbak is voltak, mint a feldolgozások. A Team Ico két játékának hangulatát viszont semmilyen más hasonszőrű szoftver nem tudta visszaadni. Mondjuk meg sem próbálták, de hát úgysem ment volna nekik. A 2011-es esztendő legjobb feldolgozása tehát a Game TV stábja szerint a The Ico and the Shadow of the Colossus Collection. Köszönjük figyelmeteket, várjuk véleményeiteket, és nem sokára újra jövünk, van még kategória, amiben győztest hirdetünk. Sziasztok!